Ezt a két bibliaverset ki nem hagyhatom e hónapunkból a munkavégzésről szólva. Bármilyen sok tanítás rejt is magába ez a két bibliavers Pál második korintusi levele negyedik fejezetének első két versét olvasom. Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el hanem lemondunk a szégyenletes titokzatoskodásról, helyes fordítás szerint idézem, tehát lemondtunk a szégyenletes titokzatoskodásról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kellettjük magunkat minden ember lelki ismeretének az Isten előtt kimondhatatlanul sok tanulságot rejt ez a két vers. Olyan, mint amit az elméleti fizikusok mondanak, hogy az egész földünket össze lehetne préselni egy pingpong labdába, ami persze tömény energia lenne, és az felszabadítva, hát egy újabb hatalmas, hogy ők mondják, ősrobbanás keletkezne. Óriási, és az egész keresztény szolgálatra óriási és eligazító ez a két vers, szolgálatban vagyunk. Mindig szolgálatban vagyunk, ez az első dolog, amit szeretnék kiemelni. Ezért, amikor Isten az Ószövetségben nem engedte meg a profétáknak, a papoknak és a nazírusoknak a szesz fogyasztását szolgálatuk közben, az egyetemes papság szerint ez miránk is érvényes, mi egy 24 órás szolgálatban vagyunk hívő keresztények, józanoknak kell lennünk, tudnunk kell embereket útba igazítani, ezt Hagymázos fejjel, szédült értelemmel nem tudjuk megtenni. Hát, akik így szólalnak meg, azok nagy dolgokat mondanak, de haszna vehetetlen dolgokat mondanak. Szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük. A szolgálatban csak kegyelem által lehetsz. Ha te megkegyelmezett ember vagy, ha te ezt tudatosítod minden nap, hogy nem lenne jogod élni, egy valaki kegyelméből élsz, az érted meghalt Jézus kegyelméből, akkor tudunk másoknak is beszélni arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és mi a kegyelem élete az érdem életéhez képest. A harmadik nem csüggedünk el, mint a tűzvész, a bűnök tűzfészke, a csüggedés, mondta egyszer valaki. A csüggedés környékez meg bennünket, főleg munkálkodó embereknek a legnagyobb ellenségük az elcsüggedés, hogy valami nem úgy történik, nem látják a munkájuk eredményét, nem csüggedünk el, mert nem a láthatókra nézzünk, mondja a később pál, hanem a láthatatlanokra. A láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók. A hit szemével látjuk a jövőt. Látjuk, hogyha egy ember most ellentmond, vagy nem fogadja el Isten igazságait, de lesz majd talán kegyelemből egy későbbi időben is a meglátogatás napja a számára. A negyedik. Lemondtunk a szégyenletes titokzatoskodásról, tehát a mi hitünk nem a misztérium vallása, a mi hitünk nem a ceremóniák vallása, a mi hitünk az Istentől kapott bölcsesség és értelem továbbadásán nyugszik. Ötödik. Nem járunk ravasságban. Mi nem így vagy úgy akarjuk megközelíteni az embereket, nem módszereket akarunk kitalálni, hogy a modern emberek megközelítéséhez milyen módszer szükséges, hát a csuda vigye el, a modern ember is ember, mint a 3000 évvel ezelőtti ember. Mi kellett 1000 2000 ötezer évvel ezelőtt is az embereknek a tiszta beszéd, nem a módszerek, nem a. A nagy ö, módszerbeli eszközöknek, az arzenájának az elsajátítás, hogy hogyan beszéljünk, hogyan mosolyogjunk, és hogyan adjuk az embereknek a tudomására azt, hogy a hasukba akarunk beszélni. Nem. Az igazi dolog, hogy mi nem ravaszkodunk. Az igazi dolog, hogy őszinték vagyunk, egyenesek, Isten engem így gyógyított meg, hidd el, hogy téged is meg, tudsz, meg tud gyógyítani, akarsz-e meggyógyulni. A következő dolog, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem a nyilvánvaló igazsággal kellettjük magunkat. Isten igéhez ne tegyél hozzá, ne vegyél el belőle, ne hamisíts meg. Mond az Isten igéjét úgy, ahogy rajtad átszűrve adatot mondanod. Ha későn, ha csonkán, ha senkinek írjad, mondta aranyános, János, én is ezt mondom, bárki bármikor ismerte meg a Bibliát, de befogadta, elfogadta, azoknak Isten hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek és ezt átadják másoknak és ezt minden ember lelkiismeretének a színe előtt akarjuk tenni. Nem csak értelmileg akarunk hatni emberekre, persze elsősorban értelmileg, hanem a lelkiismeretük mélységéig is választás elé szeretnénk, nem mi, hanem a szentélek, az általunk szóló szentélek választás elé fogja állítani őket, és mit mond a végén az Isten előtt. Mi mindezt a munkát a jó Jóisten színe előtt tesszük. És ma is, hogyha tesztek munkát, a fizikai munka mellett emberekért való fáradozást mindig gondoljatok arról, hogy Isten veletek van. Isten ott áll mögöttetek. Isten erőt ad ehhez a munkához. Nem emberi energiák. Isteni erők szabadulnak fel az így végzett, a másokért végzett, igaz munkában. Így munkálkodjatok mai napotok során is.